Na hát elkészült a csirkepörkölt, tettem bele, mintha rizses húst főznék, csak nem rizst, hanem árpa gyöngyöt, kölest, ez lesz az én ennivalóm ma meg holnap. És most egy 2 percet tettem bele egy kis kaliforniai paprika kockát. Úgyhogy az az enyém, a fiamnak elkészült a pörkölt, még nincs lekapcsolva, kettesen van, de most ezt félre is fogom húzni, mert oda teszem a tarhonyát. Meg is főtt. Megsült. Most vettem ki a sütőből, kisült a kevert szilvás. És Isten illata van, kár, hogy illatot nem lehet közvetíteni. Jó, és akkor vágok egy szeletet, hogy lássátok, különben még nem vágnám meg. Nagyon jó kis könnyű tésztája van. Nagyon kis szivacsos, úgyhogy isteni finom. Úgyhogy, ha van kedvetek, akkor próbáljátok ki, szerintem érdemes, én szeretettel ajánlom, és mondom, szilván kívül szerintem meggyel a legfinomabb, de egyébként őszi barackkal bármivel kipróbálhatjátok, nagyon finom. Sziasztok!